Ah. Oh. Jó reggelt mindenkinek, srácok! Oh. a üdvételt, ne reggelje. Vagyis ne reggeli le, hanem reggeli mellé. Hú! Kicsit megkezdte a számot. Nem vagyok hozzászokva a szénsav reggeli illatához, nem mint a napalmhoz. Jó reggelt, mindenkinek, srácok! Üdv, üdv, boldog hétfőt! Három hete ez az első hétfő, amikor tényleg hétfő van. Az azért elég durva, nem? Te jó Remélem mindenki remekül van és kipihente magát. Um, boldogabb hétfőt. Egy másodperc és magam most élek. Tényleg nagyon rossz ötlet. Oh, na jó. Joey, a nyolc hónapot. Daniel Lord, köszében a 18-at. Látom, te is elmerültél. Köszi szépen, haver. Agronomus, neked pedig a 4 hónapot köszi, és a Rage Gamers, köszönjük szépen a feliratkozás közben. Leontól azt látom, hogy 12.33-kor, tehát ezt Leonnak üzenem, Leon, Leon, jelentkezzen a portán. Tehát nekem itt van ugye az összes csírdonét és a többi ö, az elmúlt évezredből. Szóval, Leon 12.33-kor azt javasolta János kollégámnak, hogy nincs -e kedve felhívni engem ö, telefonon. Ő ezt nem tette meg, már mint János kollégám, mert ő egy normális ember, nem pedig egy vadállat. Leon, a gyufa félig kint volt a dobozból már mindig. Tehát all the time. Most kihúzta teljesen. Ez egy... Na mindegy, <tosz> ne beszéljünk róla, beszéljünk a nékről, az úgy sokkal jobb. De köszi szépen egyébként, hogy ilyen arc vagy. Én nem szoktam aludni, ez muzis. Szóval, Tegnap volt a Broadcaster Royale döntője, amit ugye ilyenek streamertek is, három stream keretén ö, belül ö, ö, dolgozták fel magát a rendezvényt, ö, ami egyébként elég állat volt. Ö, én, az, én inkább összességében akarok beszélni erről a dologról, mint sem részleteiben. Ö, a véleményem az egészről szerintem nagyon jól ö, teljesítettek a srácok, a teljesítményük szerintem nagyon jó volt. Jó, persze voltak ö, ö, problémák is, így egy-két helyen, de összességében azon kurva játszottak látványosak voltak, ö, izgalmasak voltak a playek szerintem kihozták magukból, amit csak lehetett. Az első nap különösen nagyon durva volt, szóval én abszolút elégedett vagyok a helyezésükkel is, a teljesítményükkel is, stb. emellett. Ugye még jobban megdobta ugye az egész élményt, nem csak nektek, hanem szerintem ugyanúgy nekik is, és, és úgy összességében is, hogy az egész rendezvény és az egész stream hangulata nagyon durva volt, és nagyon-nagyon élveztem, attól függetlenül, hogy hol ott voltam, hol nem. Rengetegen voltatok, ezt nagyon szépen köszönjük nektek. Nagyon fontos, és szerintem nagyon jelentős lépés ez a csatornánk életében, mert olyan helyre pozícionáltátok be a csatornát, illetve ami amilyen helyen nem is nagyon volt, ugye, Shroudon kívül más csatorna a világon, akik közül ott voltak. Ugye a három nap streammel töltött idejének nagy részében többen néztétek a, a VR csatornát, mint, mint, magát a hivatalos rendezvényt, ami egy hatalmas nagy dolog, ezt a külföldiek is észrevették, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon pozitív dolog volt, és ó, Krisz de még mennyivel felette. Összességében próbáltam kitalálni egyébként, hogy vajon ennek mi a, 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 fő oka, mármint nyilván attól függetlenül, hogy, hogy szeretitek nézni a versengést, Janit, Blight, stb magyaroknak egyébként egy nagyon-nagyon jó szokása a szurkolás, és nagyon örülök neki, hogy, hogy, ez, hogy ez bennetek is megvan, és hogy szeretetek volna szurkolni nekik, és izgalmas volt a verseny, és szerintem kurva jó volt. Um, én is rettentő módon élveztem egyébként. Um, Úgyhogy nagyon pozitív élmény volt, uh, és szerintem a srácok is nagyon-nagyon-nagyon élvezték -nagyon -nagyon a dolgot, um, ahogy én is. Nyilvánvalóan emellett voltak túlkapások, mint mindig, ezt engedjétek el, szerintem ne foglalkozzatok vele. Nyilván többször többen voltunk, mint általában szoktunk lenni a streamben. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek is voltak itt, akiket nem ismerünk, nem tudjuk kik, ö, stb. Ö, igen, tudom, hogy a ö, magán a hivatalos chaten voltak ö, vérengző emberek. Ne foglalkozzatok vele, ne roncson ez az élményeteken, ne beszéljetek róluk. Már csak azért sem, mert ö, a pusztán a tényközlése, hogy mekkora paraszt volt egy-két ember abban a chatben, ö, Soha nem fog eljutni hozzájuk, mert ők nem lesznek itt soha egy happy hour-ben. Úgyhogy ezzel ne foglalkozzatok, mert tanulni nem fognak belőle. Feleslegesen meg miért jártassuk a szánkat. Ez ilyen. Úgyhogy ne foglalkozzatok velük. Örülök neki, hogy jól telt, és hogy tetszett nektek a dolog. És Leont nem szeretjük. Parazói közisében az öt hónapot, Toxi. Vagy megvárod őket, de szépen a vazó Hát a szépen a 23 hónapot, ó, oh, hát már nincsen egyáltalán sok. Yes, man. Mindjárt beszélünk majd néhány érdekes újításról a Twitch kapcsán, a Thanos, aminek kapcsán ez is előkerül majd. Köszi szépen a 23 hónap feliratkozást, egy állat vagy. Johnny, jó reggelt neked is. Vedd közi a 18 hónapot, és Nélux, közi a kettőt. Joey, neked pedig a 8 hónap feliratkozást. Szóval... Öm... Hogy kár, hogy vége? El? Ne, 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 ne. I ne, 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 ilyet nem mondjatok. Ilyet nem mondjatok. Soha nem mondjatok ilyet, azért, mert mindennel így, mindennel így járunk. És mindennel így jártok. Nem kár, hogy vége a broadcaster rajának. Jó, hogy vége a broadcaster rajának. Empro, kora reggeli bunkóság! Jó, hogy csak annyi már jó volt amennyi, jó, hogy csak annyi Cségó ládonyítás volt amennyi, és jó, hogy annyi broadcaster raján volt amennyi. Ettől jó ezek a dolgok, hogy nem minden nap vannak ha minden nap lennének, akkor nem lennének jók. Így működik a világ. Úgyhogy ez így volt király, ahogy volt. Don Harkon, köszönjük a négy hónapot, gordon neked pedig a 16-ot. Nagyon szépen köszi. Blően a következő, már biztos, hogy B-A-N. Um, ma igazán paprikás hangulatomba vagyok egyébként. Egész hétvégén a cseten szítottam a lelkemet, értitek? Fújták hajszárítóval azt a parazsat, ami én bennem lakozik. Értitek? És ö, ez ma csak így, 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 felrobbanni fog. Értitek? Tehát szétpukkanni belülről. Hogy, 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 hogy milyenek az emberek a csetben, úgyhogy tudjátok, eddig is egy elviselhetetlen pecs voltam, most ez még jobban el fog szabadulni, ezt megígérhetem. Szóval, a Broadcaster ajánlom kívül ugye a twitch egyébként is egy, egy nagyon fontos esemény, hiszen nagyon sok újítást jelentenek be általában a twitch sel kapcsolatban, amik majd a következő időszakban fognak megjelenni. Itt két dolog az, ami nagyon-nagyon fontos. Szerintem, ami közeledik. Az egyik a, a multistream, ezt váratok, ezt már is megmutatom nektek, hogy ez hogy néz ki, bár megosztottam euh, Twitteren is a dolgot, de már is megmutatom, amikor az újdonságokról beszéltek. Váratok, euh, a Shroud meg a Ninja képek között meg kell találjuk azt is, hogy a platformon mi fog megújulni. Két dolgot akarok csak kiemelni összesen. Igen, e Igen, tehát. Az egyik dolog, ami nagyon fontos, ami, amit én megosztottam veletek, de megint nem sikerült célba találjon valami miatt. Az egyik a squad stream, ami jövőre fog érkezni a Twitchre, re aminek az a jó, a jó része, hogyha mondjuk hátmódozunk, akkor lehet majd ilyen multistreamet csinálni, amiben egy streamen belül tudtok kattintani, és akkor éppen az a stream lesz nagyobb amelyik a main, és amit éppen nézni szeretnétek, ez nagyon-nagyon állat, három módnál nagyon jó lesz. A kedvencem az volt, hogy a, a, a Twitter kommentek legnagyobb része az volt, hogy akkor most lesz végre Jani és Pistikem is. GG, tehát pont az nem lesz, tehát, tehát csak és kizárólag az nem lesz. Ez csatornák közötti váltás, nem pedig két ember között. Nem tudom, hogy ez mégis hogy a fenébe jött az embereknek, de majdnem nagy kaptam de maga a funkció állat lesz, tehát itt most már nem kell majd a multistreamet használni, hanem folyamatosan tudtak látni, és nyilván a megtekintés mindenkinél érvényes. Úgyhogy ez nagyon állat. Ez egy official multistream lesz, ez egy olyan újítás, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és, és remélem minél hamarabb bevezetik. A másik újítás a twitch kapcsolatban, ami pedig a ti lesz nagyon-nagyon-nagyon klassz. Nyilvánvalóan a Twitch ezt nem azért csinálta, hogy, hogy lazítsatok, de a, az a lényeg, hogy tudjátok, hogy hogy van ez, hogyha, hogyha egy éves badge-et szeretnétek, tehát a szivárvány badge-et itt a csatornán, akkor 12 hónapon keresztül folyamatosan fel kell iratkozni. Ez a dolog meg fog változni ö, jövőre a és hogyha ne adj Isten egy-két hónapot kihagytok, és utána iratkoztok vissza, akkor nem szakad meg, és az össz feliratkozási hónap fog számítani bele a becsbe. Hú, de megmondtam ezt, baz meg, na mindegy, bocsánat. Tehát az a lényeg, hogy ha ne agyisten, Isten kihajtok, ezért mondtam már tanosz, hogy köszi, hogy mondtad, mert erről most így eszembe jutott. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ha kihagytak egy hónapot, akkor is érvényes lesz a 12 hónap, ha összesen 12 hónapig iratkoztatok fel, vagy akár több is. Tehát nem szakad meg a streak. Ezért könyörög gyakorlatilag az egész közönség, mióta Twitch.tv létezik. Konkrétan, és most meg tudták végre csinálni. Ö, úgyhogy. Ö, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Igazából ezt a két funkciót akartam jobban kiemelni, ö, azért, mert nem tudom, ez így hatással van a mišatornákra, meg, meg így rátok is. Az, hogy ö, különböző. Ö, feladatok oszthatók ki a cset bizonyos tagjai között, akik bizonyos dolgokhoz hozzáférnek a csatornán, az azért nem vonatkozik ide, mert nálunk azok fixek, tehát azok nem fognak vonatkozni rátok. Ajaxon köszönjük a 8 hónapot, 50 neked a 22-t, Farmakopola a 10 hónapot, Hirks. Hagyj elég az első, aki felteszi a kérdést, Tesó Acvipelt, esküszöm, busz egyre kéne. Szép volt. Bella kicsi köszi szépen, jó reggelt neked is. Milu, neked is köszi. Köszi szépen a csirdon, Harkon, köszi négy hónapot, és Jenny, nagyon ja. szépen köszi a baszó csírt. Oda néz, oda néz, oda néz! Megjött Leon! Tudtam, hogy itt lesz. Jó reggelt, Pisti, egyébként éreztem, hogy Jenny nem fog felhívni. Tudtam én. <laughs> Tudom, hogy tudtad. Szóval akkor már ne is hírek és távozzak a csatornáról, mert ha nem kedvelsz, akkor nincs értelme maradnom. Pedig én értem, Leon, értem. Szóval, csak hogy Leonnal kapcsolatos trollkodást folytassuk. Tehát Leon, annyit kértem, hogy hagyjál. Ezek után, hogy megpróbáltad rávenni Jannit arra, hogy felébresszen. nem lehet megérteni, mit mondok? Most komolyan? Csak annyit kértem. Erre, abba a pillanatba Leon csír. Mi az Isten? Nem, én már nem érek semmit. Szavaim fülekre találnak. Kész vége. Tudod, hogy csak trollkodok, Leon? Hagyd abba. Hagyd abba. A Mezoprájtot is, meg a Crybotot is. Csak trollkodok, tudod. Ez volt az első dolog, amit megláttam, amikor leültem ide a székbe, csak azért kezdtem el trollkodni vele, nehogy magadra vedd. Luszka, köszi szépen a feliratkozást. Adalasz, mondjuk én csak egy napot hagytam ki, csak a Twitch-nek hála kellett hagynom a sztoriból, hogy tudtam, hogy 27-én jár le. Oké. Okay. Köszönöm, Köszi szépen a zsírt és köszi a feliratkozást, és Switch Prime, köszi szépen neked is. Szóval ennyit erről. Jani, mikor jön? Ö, kedd este jön. Kedd este. 12 óra 33 perckor kell fölhívni telefonon, hogy megjött -e. Éjszaka. <coughs> Vigyázzak, mert lesznek, akik nem fogják érteni, hogy trólkodok. Azt én magasról lesz, romatanosz. Ha Leon megérti, hogy trollkodok, nekem az már elég. Nekem az már elég. Ilyenkor szokott az lenni egyébként, csak hogy lássátok a, a pszichológiáját a Twitchnek. Ilyenkor szokott az lenni, hogy de Leon, majd szóljál már, hogyha ilyesmi történt, jó? Tehát, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy elkezdenek privát ráírni Leonra, hogy Leon, mi a baj, mi a baj, haver? Mi a baj, valami történt, Pistivel, igen. Mit, mit mondtál neki, mondd már el nekem is, légy Vagy, hogy Leonnal már nem beszélnek a többiek, mert Pisti haragszik rá valamiért, és ez már nem menő így. Ez hútt komoly. Ez hútt komoly. Ilyen volt már, és még lesz is. Tehát az emberek olyanok, mint a vírus. Értitek? Tehát, tehát mondok valamit Leonról a, a live-ban, és nem telik bele két másodperc, és megjelenik a csatán, valaki, hogy valaki mondja mit mondott. Mondja már -e aki mit mondott. <laughs> ilyen létezik, ilyen van, ilyen van, és mindig van. De van, mondd el, van ilyen, vagy nincs. <laughs> így van, így van. Van, tehát biztos vagyok benne, hogy e, fanoldalak fognak készülni, stb. stb. Pont, mint az, ami van. Pont, mint az, ami van. Ez mi ezt mondta a Matrixban. A Matrixban a legtöbb dolog igazság, ami elhangzott, szóval nem kell meglepődni. Um, szóval nagyon remélem, Leon, hogy nem vetted meg adra és tudod, hogy csak viccelek. Um, Daniel Lord, ó, igen, ezt bele se vettük. Amikor valaki velünk játszik, mondjuk például Poik, vagy Daniel Lord bejön egy mode streambe. Um, ki is lettél bannalva? Abba a pillanatban Leon. Már, már tudod mit? Már tegnap ki lettél bannalva. Na mindegy. Szóval igen, akik meg velünk együtt játszanak, azok meg aztán a leggyűlöltebb karakterek az univerzumban. Értitek? Talán azt még nem is csettintettük, már eltűntek. Um, annyira annyira gonoszak az emberek. De hát na, az emberek ilyenek, srácok. Ez az egész mérgesedés, ez az egész gonoszkodás, ez, ez mindig így működik. Tudjátok, hogy hogy van ez? Az emberek utálják egymást. De nem tudom, miért. Én, nem, tehát én, én a legtöbb embert utálom. De nem azért, amilyenek. Hanem engem eltorzított ez a, hogy is mondjam, szociális természetellenesség, amiben egy jó pár éve élünk már. És ez amiatt van. De a többi embert mi a tököm torzította el? Nem értem. Tehát én például mondtam már nektek ezt, hogy nagyon-nagyon szeretem kerülni a konfliktus, nem szeretek belállni emberekbe. Azért nem szeretek belállni emberekbe, meg mondom őszintén, tehát tehát mondhatnátok azt, hogy egy konfliktus kerülő, kedves gyerek vagyok, abból a szempontból, ha gebasz van. Ez így van, de azt is csak geciségből csinálom. Azért, mert azért nem megyek általában bele semmilyen jellegű konfliktusba senkivel, összeszólalkozásba, bármi ilyesmibe, hanem azért nem megyek, mert hogyha meghallom az érvét, érted? Akkor az érvének, az érvelésének, minek után alá akarja támasztani azt, amit ő mond, vagy az ő véleménye, az első szava már fasság. És én erre nem is vagyok kíváncsi. jó, Inkább hagyjuk, legyen úgy, hogy szeretnéd. Bányavaszom. Úgy beszapod a végén. Szóval így nem. Nem. Tehát egyszerűen képtelen vagyok erre, mert attól csak még mérgesebb leszek. Na most. A lényeg az, hogy amit én csinálok, ahogyan én kezelem ezeket a helyzeteket, az nem jó. Az egyáltalán nem jó. De ahogyan más kezeli a helyzeteket, alapvetően az sem jó. Én, én, én azt teszem észre a legtöbb esetben, hogy... hogy a, Mindennek, a, visz, mindennek a, a, a gyökere, amiről már ezerszer beszéltünk, és amiről legutóbb is beszéltünk, az maga az önzőség. Ami természetes és egészséges dolog, hogyha van, csak tudni kell, hogy mikor kell érvényesíteni, és mikor nem. Meg um, kell őszintén, én nagyon nem szeretem, de amit én nem nagyon szeretem, a, amit általánosságban úgy mondanak, hogy magyar mentalitás. Ha általánosságban az emberekről beszélsz, amúgy igazad is van. A magyar mentalitást azért nem szeretem, mert nagyon sokan azt hiszitek ö, az országotokról, vagy a saját népetekről, hogy csak ők ilyenek, csak ők ilyen gonoszak. Ez a világ legtöbb pontján így működik. Az emberi ö, karaktertípusok ugyanazok szerte a világon, egyáltalán nem másak, mint itthon, és általában. Ö, ugyanazokat megtaláljátok, mint itthon. Oké, okay, értem persze, mi mást mondanák, mint magyar, magyar mentalitás, mert uh, itt élünk, értitek? De akkor sem Magyarország, Magyarországot pc s ki ezzel kapcsolatban, mert nem csak rájuk vonatkozik. De amúgy alapvetően értem, mit akarsz mondani. A magyar mentalitás, mint kifejezés, ugyanúgy él a többi országban is, mármint úgy érted, hogy a magyarokra? Én nem azt mondtam, hogy nincsenek saját stílusjai a magyar embereknek. Ho-ho! Oh, hogy ne lennének? De általánosságban az ilyen dolgok, mint önzés, stb. Ezek túl általánosak ahhoz, mint hogy csak Magyarországra mondjuk ezeket. Leon, nagyon szívesen haver, hagyjátok abba a Leon mert a végén még elő kell vennem valamit a gatyámból. Kegbeni, közi szépen a jó reggeltet, neked is, Mirdin. Így van, így van, Mirdin. Ne haragudj értem, mai napig sajnálom. Köszi a csírt. Normi, köszi a 21 hónapot. Avardi, köszi a felatkozást, Enci, köszi a 3 hónapot. Köszi szépen, srácok, a támogatást. Szóval, öm, csak a mezoprájdot akartam látni egyébként. Nem volt semmilyen nagyon komoly szándékom. Most ezt őszintén megmondom. Szóval, visszatérve egyébként öm, erre a fajta mentalitásra, az utálkozásnak mindig megvannak a forrásai. Irítség, önzőség, bla, bla, bla. De nekem az a kérdésem, hogy Miért nem lehet meglenni egymás mellett az embereknek? Idén nem tartjuk meg a movembert. Ezt a, nem tudom, tehát, e, úgy van, hogy, hogy mondják ezt? Tudjátok, a, amikor valaki 15 éven keresztül szeretne, ö, mondjuk egy szép pázsutat a kertjében, és semmi nem bújik ki a földből. Majd a 16. Éven, évnél nem nőtt bázsit, de elkezd gazosodni. És így azt mondja a az ember, hogy hát a faszom bele, valami legalább nőtt. Na, és akkor már azért nem vágja le. Nagyjából ezzel tudok élni, hogy úgy mondjam. Tehát nem nevezhető ez szakállnak, ami rajtam van, de nőtt valami izé, amitől az amúgy viszonylag fejem hosszabb lett, ezáltal barátságosabb arc néz vissza rám a tükörből, ennyi az oka. Más nem. Más nem. Márk, köszönöm szépen a zsírt, jó Nagy az ember idiótasága vagy ostobasága hatással legyen a közérzetedre. Ezt alapvetően Márk. Nem azt mondom, hogy könnyű mondani, mert megértem, hogy mondasz, és köszönöm szépen de hidd el, hogy ha folyamatosan súlykolják, akkor nehéz. Én egyébként rájöttem, hogy pontosan ugyanolyan vagyok, ilyen tekintetben, mint de, de kezdem érezni, hogy néha csak szarni kell vele az egész vengeddel. Az emberek mindig is imádtak és imádni fognak köpködni, utálni, is Ebbe tök igazad van, bárk. Ebbe tök igazad van. Fetvalet? Köszönöm. Ez a mai napi legszebb pisti, amit láttam. A P különösen tetszik. Dragos Moon, tudom, engem a szarszó miatt utáltok. Én mindenkit, mindenkit, darkness. Na, két ember beszélget. Úgy lehet a legjobban a magad dolgával foglalkozni, hogy másnak adsz mindig igazat. Erre a másik, de ez hülyeség, mire az első. Tudod, mit igazad van? Nice. Flut, közi szépen. de ez egy jó példa volt. Ez egy jó példa volt. Hogy így elveszítem a jól lakott óvodás arcomat. Bocma, igazad van, igazad van, viszont az a szép benne, tehát az a szép benne, figyelj, az a szép benne. Valóban elveszítem a jól lakott óvodás arcomat így. Ebben igazad van. Viszont a jól lakott óvodás arcomat bármikor azért tudom húzni, kettő perc alatt. De a jól lakott óvodás arcomból két perc alatt nem tudom ezt az elviseltetlen, igénytelennek is nevezhető szart csinálni. Ezért most jelenleg a másikkal élek. Leon! Hagyjál már, mondom, hogy csak trolgatom, hagyjál már! Nincs is semmi gond. Szóval ezért ezért, ezért élek ezzel az arcszerzettel mostanában. Illetve láttam a tévében, hogy a, a, szakállas férfiak ö, ö, divatosak, de ezt a, egy olyan műsorban mondták, ami négy évvel ezelőtt volt leadva, szóval haladok. Haladok. Hogy a bajuszt nem akarom eltávolítani? Nem is tudom. Tudod, megül benne a sör. Egy picit, tehát egy ilyen egy jó percig. Tehát például az utolsó kort után még így egy ilyen Négy jót vágsz. És az úgy, nem tudom, jó, oké, érted, egy, egy, kevés. De úgy tudod így, ha nem emlékszel, mit itt áll előtte. Akkor így. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ez valamilyen ipa lehetett, igen. Szóval értitek, na. Mindennek megvan a funkciója. Tudjátok, nem véletlenül nő a férfi embereknek szőr az arcán. Valamiért nő. Védi az arcunkat a hideg ellen, miközben kartfúti grisre vadászunk. Vagy mit tudom én. Haribo Hun, szépen az egy évet, haver, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen régóta itt vagy, és támogatsz minket, és Gigi a becshez. Poik, tudod milyen ez, Misti? Akárhányszor ilyen emberekkel kerülök szembe, a Bibliához fordulok, mert átsegít a nehéz időszakon. Az igaz ember járta ösvényt, mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jogorat nevében átvezeti a gyöngéket a sötétség bölgyén, mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett gyermekek meglelője. Kappa. Bizony. Tárlezzünk. Igen, a szakállás férfiak vonzóak. Lásd, Conchita Wurst. De ő ilyen, 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 Transformers. Mi ez? Krisztus előtt 2000, hogy Biblia? Nem, ez egy idézet a Ponyvaregény című filmből, ami a te időszámításod szerint valószínűleg Krisztus előtt 2000-ből van. Ponyveregényben volt ez, igen. igen. Igen, igen. De miért pont Krisztus előtt 2000, hogy Biblia? Krisztus előtt 2000-ben nem volt Biblia? Legalábbis nem az a formája, ami ma létezik, Ó és Új Szövetség keretében. Na mindegy, szóval ő egy ilyen ö, ö, talán az a robotik organizm, vagy mi a tököm, úgyhogy nem számít bele. Oké? Okay? Oké. Okay. Kétrészes a dolog. Ez jogos? Krisztus előtt volt Ószövetség, de Új szövetség nem. Szóval a Bibliáról volt szó, nem az Ó vagy az Új szövetségről. de mindig okosak vagytok. Mindig. Egyszerűen mindig. Bizony csodás, Giras, Örülök neki, hogy tetszik. Hogy én hogy vagyok, Fett Üh, Viszonylag frusztráltan, kicsit idegesen, de ez általános, és rohadt fáradtam. Szombaton az egyik kedves rokonomnak segítettem. Annak okán, hogy vásároltak egy, 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 lakást, ami hát úgy lett ott hagyva, hogy hagy maga mögött némi kívánni valót. Nyilvánvalóan ez amúgy is ellene végezve, tehát festés és burkolatcsere következik, tehát parkettázás, csempézés és festés. Na most segítenem kellett ugye ennek ezeknek a dolgoknak a szállításában, mert nehéz vala és a srác egyedül nem bírta volna el. Na, mint most utólag kiterült, tulajdonképpen ö, ö, ketten se nagyon bírtuk el, de meglett a dolog. Nyilván ez nem olyan nagy mennyiség, mert végül is egy ilyen kisebb jellegű fürdőszobáról van szó, és egy konyha fal burkolatról, de fel kellett vigyünk a nyolcadik emeletre 470 kiló csempét. Ilyen 25 kilós dobozával. Na most ezt a dolgot megcsinálni, váratok, váratok. Utána még egy olyan durván 200 kg járólap még azért így hozzáért az egészhez, mármint hogy uh, laminált padló. Na de, azt felejtsétek el, hogy ez szombaton volt. Én csütörtökön és pénteken 10 órát ültem ott. Majd felkeltem szombaton, és ezt így reggel derékból. Ő csép. Az, amit most érzek, az az, hogy egy pisti 2.0 növekszik valahol a gerincem környékén. Ami lassan már ilyen csecsemő méretű lesz. Szóval ö, nem túl jó váltás. Tehát ha adhatok tanácsot, akkor ezt légy színe csináljátok. Szóval ö, igen, de felpakoltunk mindent, és a kurva anyját, de mi a szarér ilyen rohadt nehéz ez a mocskos csempe? Undorító. Na mindegy. Nehéz ügy. Nehéz ügy. Szóval a pakolás miatt van némi ízomláza. meg Megmondom, kipróbáltam milyen az, hogy vettem egy bizonyos pékségben egy ilyen szalannás péksüteményt, ami olyan zsíros volt, hogy csikizi hátul a fejem, és ráittam ilyen szénsavas hogy hagyjam békén, ezt így most, a happy Hour előtt, és ettől nem érzem jobban magam. nagyjából így érzem magam, ha már kíváncsiak vagytok. Nem olvastam végig, Girosz? Várjuk, Girosz. Pillanat. Nem, Girosz, nem. Nem tudok feljebb görgetni, és sajnos túlságosan gyorsan pörög a cset ahhoz, hogy teljesen végig tudjam olvasni. Ne haragudj, haver. Ne haragudj. Kérlek. Kérlek, Légy. nem. Léci. Ne csináld ezt velem. Oké, okay. köszönöm szépen, hogy még egyszer bevásoltad. Most kimásolom, várj. Mert már olyan gyorsan megy fölfelé, hogy... Várjál, ne neves Girosz. ez nem vicces. Várjatok, ez a HH most egy részben Girosz. Ő, ilyen fajta. Várjatok, igen, most bemásoljuk notepadba. Na, megnézem a végét. Igen, igen, eddig jó az rdr 2-t még láttam, meg a men, nem utolsó sorban, 5 éves lett is, te pedig 31 lettél. Azt hagytam le, hogy 31 lettél, Girosz? Akkor, akkor Isten éltessed. Oké. Okay. Oké. Okay. Köszi szépen. más Fasírt, Köszi szépen a feliratkozást! Batman, jó tanács, meg egy csontkovácshoz! Mm, ez klisé. Ez klisé. Ez klisé. Nyugodtabbnak tűnök János nélkül? Sokkal idegesebb vagyok. Vagy őszinte legyek. De sokkal-sokkal idegesebb vagyok, hogy nincs itt nem tudom. Nyilvánvalóan, amikor uh, én itt maradok egyedül, Jani meg elmegy, ez nem túl gyakran fordul elő, de amikor előfordul, akkor ugye nem nagyon tudunk haladni a streamben kívül más dolgokkal. É, de most úgy érzem, hogy ha Jani visszajön, akkor utána se fogunk. Mert akkor meg nem akarom, hogy azzal foglalkozzunk. Ha játszani kéne valamit megköltözni. Sutyamatik, átérzem a szemverést, én három hete felnőtt legóztam, egy elő új szekrény sor, ú, az elég állat. A régi időt cipeltem ki, amit nem lehet lapra szedni, az újat élő össze, és megtettem a helyére, utána egy három napig nagyon nem hajt, Hajlottam a derékban. Hát azt gondoltam. Azt gondoltam. Szóval igen. Öm, valószínűleg meg fogjuk kezdeni a költözésünket, amint Jani visszatér. Egy itt tudok elárulni eddig a dologról, de nagyon sokáig úgyse fogjátok észrevenni, hogy átköltöztünk. Legalábbis szerintem a zöld háttér miatt. Hogy lesz-e költözés live, de miért. Pisti ma reggel WC megy live se volt. Mondjuk úgy lehetett volna, de nem volt. Húzom legalább a három hónapot. Um, Csempe cipelős live se volt, pedig azt is megnézhetétek volna, igen. Az RDR2 mögött nincsen zöld háttér, ez így igaz, viszont onnan is visszük a legtöbb dolgot. Jó, igen, ott látszani fog, mert közelebb lesz az egész setup rész. Meglátjuk. Meglátjuk, de ö, tehát az a lényeg, hogy a, a taktika az majd. Tehát karácsonyra szeretnénk átköltözni, amennyire csak tudunk, és akkor már ö, úgy fogjuk tudni megcsinálni a, a Room hogy ö, akkor, amikor szoktuk, és akkor meglátjátok, ö, hogy hogy néz ki a dolog. Először biztos, hogy ezt a setupot ö, visszük át, ö, mert ugye ez a legfontosabb. Jelenleg ugye innen zajlik a 90% a dolgoknak, meg így zöld háttér van, tök mindegy, hogy hogy néz ki mögötte bármi illetve a konzolos setupot kell kivigyük, ugye, mert nem tudom, hogy, hogy fog még tartani a Red Dead Redemption, illetve más Playstation szülemények. Már nem is tudom, hogy idén lesz-e még ilyen nagyon durván Playstation dolog, de meglátjuk. A LEGO Stream biztosan annál lesz már, ez 100%. százalék. Gyugyó, ezt alátámasztom, és legyen így, hogy mondod, borzalom. Gergő Alex, Reggel munka, rossz kert, hétfő, valamivel fel kéne dobni a pillanatot. Kisgyetek az állatkerben, anyu veszel nekem fagyit. Pedig attól, hogy ilyen lefekszem apáddal, nem kell anyunak szólítanod. Hívja nem Mondd azt, hogy Józsi. Szép. Igen, üresen is bevágjuk a helyet, amit hátrahagyunk. És készítünk fényképet arról, ahogy üres, ahogy felveszünk a kulcsot, ahogy a cipőm ott van, és utána már nincs ott ahogy az üres nappalira rávetül az árnyékom, majd lassan elmegy oldalra. Olyan lesz, mint a Jó Barátok záró epizódja. Csak mivel Jani itt lakik, -ig, igazából ő visszajön. Ez, ez a terv. Igen. Neked ez az hát mi más? Nuplayer közé a feledkozást! és nem én a más masért se hagytam ki, de szerintem nem. Zsír. Szóval igen, borzasztó lesz. Egyszerűen borzasztó. Mi nagyon várjuk egyébként már ezt a költözést, de valami borzasztó módon. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy hatékonyságban mennyit fogunk fejlődni. Az új HH az várat még magára. Szerintem elég sokat. De ez egy ilyen sokadik dolog. Először a streamer rész legyen ott és utána már boldogok leszünk, mert akkor legalább már nem lesz több internetes problémánk. Úgyhogy ez nagyon fontos. Uh, még ne a régi rumot, még itt vagyok. Az új helyen nem -e lesz, fú rosszom szét? Az első pár hónapban lehet, hogy lesz, utána biztosan nem. Szikély. Az biztos vétéden hogy boldog lesz, Jani. Hogy visszanyerje a két szobát. Ez, ez ilyen. Uh, hogy hova költözünk? El. Az nagyon durva lesz. A 840-es vonat? Én nem tudom úgy, hogy a városban meddig hallatszik el. Orbigál lerközi szépen 21 hónapot. Um, Slabihun. Ezeket a dolgokat megosztottuk a közönségünkkel elég uh, komoly mélységekben, hogy mik az okai annak, hogy elköltözünk. Um, akik itt vannak, azok... Ó, oh, hogy spameled a kérdést, a kurva életbe... Nézd meg, és beszoptam. Hát ez hihetetlen. Na mindegy, akkor nem mondom el. <laughs> még egyszer. <laughs> Ctrl-C, Ctrl v a kurva életbe. És nézzétek meg, ennyi év után is megszophatnak a csetbe. Itt van Slabi Hun, és elkezd spemelni, mint egy vadállat, és én pont az elsőt láttam meg, és még válaszolni is akartam neki. <laughs> Átvágtok, gonosz emberek vagytok. Átvágtok. Agronomus Pisti, van-e már terven a Season 3-as HH Design? Ha már volt róla szó, akkor sorry. A szóni nem ment meg a Chronomus. nem, nem biztos, hogy Season 3-as lesz az átalakulás, lehet, hogy hamarabb már kész lesz, de inkább maradjunk a Season 3 -ba. Van, és nagyon durva lesz, és ezerszer elmondtam. Frusinka köziszépen a támogatás jó reggelt. Mindenkinek, ami jót itt nézzen, nagyon sok dologban megváltozott a véleményem arról, hogy mindenki önző és csak a maga örömének tud örülni. Tök jó az új életszemületem, hát nektek is, a többi mind a külföldi csatornák. közös srácok, ha kevésbé leszel önző, Frusinka, a mi hülyeségünk miatt, annak én nagyon-nagyon örülök. Nagyon-nagyon nagyon örülök. Nagyon -nagyon 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 örülök. Oládávid Dávid, neked most viszont elmondom, vannak happy örök, vannak videók, amiben elmondtuk az új stúdiónak az okát, az, hogy milyen lesz, mindent az égvilágon. Nem beszélhetek minden nap, minden percében erről, mert te nem tudod. Ez a lényeg. Semmi gond, akronómusz, semmi gond. Szóval tényleg nagyon sokszor megvitattuk már ezt. És hogyha valaki azt mondja, hogy ennyi idő alatt, idő alatt, ezeket elmondtam, elmondhattam volna, hogy miért költözünk, az nem érti ennek az egésznek a lényegét. Bomberhunk közi a 17 hónap Tier és Fox közi szépen a négy hónapot. <laughs> Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Um, Janiék 27-ek lettek. Um, egyébként az a lényeg, hogy aki most érkezik, az kérdezze meg. <laughs> Nem tudjátok, mikor van egyébként az őszi szület az iskolákban, srácok? Ezt akartam kérdezni. Hogy mi? Most van őszi szünet! Oh... mindent értek. És ez... Uh, egy hétig őszi szünet lesz? Jó, igen, de végül is nem egész, mert ugye ö, november 1-én mi sem ö, fogunk szerintem streamálni, de várjatok ezt meg is nézem. Nem is lett kitöltve szerintem a ö, menetrend addig. Így van, nem is lett kitöltve. Oh, igen, 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 jó, addig jó. És akkor várjatok, mert a. Ezt még meg akarom nézni. Nem tudtam, hogy ősziszenet van. Akkor most már minden érthető, a. A broadcaster rojálos parákkal kapcsolatban is, meg úgy egyébként is. Fejes 10. zsír. Oké. Okay. Azt akarom megnézni itt a... jani broadcaster rajálomban? Igen. Igen. Holnap. Holnap srácok? Ez egy fontos kérdés. Holnap fog megjelenni a Call of Tulu? Mert az úgy érdekes lenne. Most ezt, ezt nem tudom. Huha. Huha, huha. Mert ha holnap járni meg a Call of Duty, akkor viszont nagyon nagy probléma van, srácok. Nagyon-nagyon nagy probléma. Most meg akarom nézni, ez tényleg így van-e. Um... Call of mi? Call of Duty sirály. Call of Duty, az új rész. Az. Jesus Christ. Nem tudom, mert én azt akartam, vagyis nem csak én. Tehát a, mi azt szeretük volna, hogy azzal Jani játszom, mert az ilyen nyomozgatós egy valami. Meg azt is szerettem volna, hogyha az előző részét végig a hamarabb, de ugye az se jött össze. Szóval. Nyújjak bele, én. Október 30. Haha! Haha! -ha. Na jó, ez meglátjuk, hogy lesz. Lehet, hogy egy részt uh, Red Dead Redemption stream lesz, lehet, hogy egy részt uh, uh, Call of Duty uh, stream, az ilyen horror cucc egyébként. Um, szóval. Ó, bassza meg, néz meg, néz meg, néz meg, néz meg, bocsánat. Né is mondjátok. Ne is tudjátok, most ne is mondjátok. borzasztó sok game jelenik, meg azt tudom. De lehet, hogy bele fogok nézni én ebbe holnap. Mert nem nagyon tudom, hogy szerintem ezt nem kellene ö, kihagyni. Áron, jó, hogy kérdezett. Áron azt kérdezi, mi a helyzet a telefontesztekkel a, a tech csatornán. Valaki meg tudja válaszolni a chatből. Tehát, hogy ez az információ csak nálam érhető el, vagy ti is vágjátok, vagy azokkal mi a helyzet. Kíváncsi vagyok. Mert tudjátok, én hiszek abban, hogy a csetben megvan az összehozott tudás. Igen. Igen. De valaki csak meg fogja írni. Igen. Most már csak azért vagyok kíváncsi, hogy én várok sokat, vagy nem? Na, a Stradus közel áll hozzá. A Stradus nagyon közel áll hozzá. Nem, mégsem. Mégsem, csak kevesen, csak kevesen vannak, akik vágják. Igen, tehát furcsa egyébként, hogy Stradus közelítette meg a témát a leges legközelebbről. Nincs itt Jani. Én pedig streamelem a Red Dead úgyhogy nem tudok telefon Ennyi az oka. Egyébként. A menny a 2 kommentet pedig egyszerűen imádtam. Ki azt? Nem tudom. De az, az nagyon vicces volt. Szóval öm, erre egyébként most viccen kívül kíváncsi voltam, öm, mert néha ilyen alapvetésnek veszem azt, hogy tudtok valamit, és azért trollkodom el a választ, de akkor ezek szerint nem. Gergőlex, én azon csodálkoztam, hogy még nem lehetett látni azokat, akik minden kreativitásukat abba ölik bele itt a csetben, hogy kikerüljék azt az ominózus két kétszavas kérdést, amit én sem írhatok ki, mert letilt a bot. Mindez csak azért, mert lusták megnézni a menetrendet. Így van. Fuló Patrik, köszönjük a feliratkozást, Rajmonsz, neked pedig a 9 hónapot, ott a 9 hónap. Gorrain, azért ezt kiírhatnánk a katasztrófavédelem védelem honlapjára, hogy őzi szünet van? Ki? Ki hát? Dünkelik. Há, motivál arra, hogy szétnyúzva is, de korán felkeljek. Köszi srácok, mi is köszönjük. És 4-20 ever, köszi a 10 hónapot. Blik főcím, költözik a VR. Janéknál jön a gyerek, kell a plusz szoba. Szép, Jani, szép, te jóságoség. Fejes Ármin, ez egy nagyon hosszú hét lesz, haver. Ez egy nagyon hosszú hét lesz, de annál rövidebb. Köszi 4-20 ever, köszi. Igen, Janival kapcsolatban ez mindenképpen az lesz, hogy ugye itt a tifusz is megindult, ugye Los Angeles és környékén, illetve ugye a Polaska invázióért is felelősek, ugye arról a kontinensről érkezett emberek. Szóval én nem tudom, majd valahol itt elől a folyosón így le kéne slagozni, mielőtt bejön. Így a tucával együtt. Majd valamit kitalálok erre. Hogy így nehogy gond legyen ebből, mert na, Amerikából sokszorságot hoznak haza az emberek. Csak úgy nagyjából úgy körbe. Hogy nehogy gond legyen, mert értitek. Most ahogy, ahogy Igen, egy ilyen a kam kamra. Lixon, Gigi haver, közipoik giftet. <laughs> pont úgy a Thanos, pont úgy. A falat támasztva. Mint ahogy Rambóvá csinálták az első részben. Így van. Pontosan, Belwood. Pontosan. Pontosan úgy. Pontosan úgy. Az úgy, az úgy már nagyjából megoldja a dolgokat. Nincs, nincs a missing tábla mögött, Jani. Nincs. Itt van az üres széke. Én a szék. Ennyi. Most, most, mostanában így mennek a dolgok. És azóta egyébként rohadt mód meg van sértődve. Láthatok milyen sötét volt az arca? Nem olyan világos, mint szokott lenni. Nézd, a darkba volt így bal oldalon. Embertek. Olyan szomorú, hogy hihetetlen. Így van, Gergő Alex. Ilyen szarságokat hoznak be Amerikából az emberek. Mindenféle telefont, képeket. Vah, undorító. Ugye? Rossz volt ránézni. Szerintem amúgy sápadt is. Mármint, hogy a szék. Nem, hogy betennék róla egy képet? De miért tegyek be róla a képet? Jani elvitte a webkamerát, amivel streamelt nektek. Tudjátok, hogy van ez? Egyszerre sötét volt és sápadt. Mr. Swiss, köszönjük szépen a giftet, amit Cash Hunternek ajándékoztál. Szóval, még nem tudom pontosan a programot, srácok, a holnapi nappal kapcsolatban, annak oká, hogy nem tudom, hogy mikor fog megjelenni a Call of Duty um, Focus Home játék. Jó kérdés. Jó kérdés. Ennek majd utána kell nézzek. Na, nem fogok megkírozni a itt meg semmilyen. Az oszlopon lévő plakátot menő lenne, hogyha hazahoznád, de azt nem tudja. Túl nagy is, meg... Meg minden. Nem, de tényleg egyébként a a, hallottátok, hogy a tifusz felütötte a fejét arra felé újra? Az azért elég kemény, nem? De én meglepődtem. Az egész oszlopot hozza haza. A realitás talaján sikerült megmaradnunk. Ez olyan, mint hogy így nem tudom, emlékszem például, ezek ilyen rémálmaim. A Red Dead Redemption 2 streamünk alatt is egyébként több ember beszélt a, a, a lájtosan buzis mondatokról, vagy félreérthető kifejezésekről az egész stream alatt, mint a játékról. Ezt meg kell értenünk, hogy hogyan álljunk a dolgokhoz. Tehát nekem objektíven egy reggeli informatív műsorban alapvetően erről kell beszélnem, amiről most. Igaz, hogy ez a hétfői happy hour, ami mindig őrület, és sosincs semmi normális dologról szó, de most arról kellene beszéljek, hogy Jani miért nem tudja elhozni az oszlopot a repülőn haza. Vagy hogy miért nem költözünk mi oda az oszlophoz? A kalapozás? A kalapozás az nagyon durva. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ez ebbe igazad van, Sonzi, ez nem az én műsorom, ez a nézők műsora. Egyébként gondolkoztam már ezen nagyon sokszor, hogy, hogy mennyit számít, hogy én is itt vagyok. Szerintem annyira nem sokat egyébként. Tehát, na, mint, jó, persze live kell legyen a csatorna, mert akkor jön a jó reggelt, meg a hello. Tehát ez nagyon fontos. Na és utána itt lenne a kávés háttér, meg így látnak. Na, tehát nézzétek meg. Tehát gyakorlatilag ez milyen 2018-as szórakoztatás. Figyelj oda! Tehát az a lényege, hogy ide jöttek, most még beszélnek, de már nem sokáig, és akkor így látszik, ahogy beszéltek élőben. És ezt lehet nézni. Értitek? Ennyi a stream. Azért durva, nem? Mármint, hogyha így... Ha belegondoltak, ez egy... És akkor mit tudom, hogy kirakom még egy Aridas logót, meg egy coca cola így a bal oldalra, és akkor így megvan a lé. Én meg közben elrendezek így a háttérbe, a chat meg megy, mint a gép. Halljátok, ez, tudjátok mi? Pénznyomtatás gyakorlatilag. A Csett valószínűleg leállna egyszer csak. Annyira nem volt jó? Hát, az meg. Pedig azt hittem, jó volt. Grófagond, örüljön még az és nem a tif oszlopot hoz, és nem tifuszt. Igazad van. Igazad van. Az én hibám. Az én hibám. kell még egy kis light zene mögé. Az megoldható. Az megoldható. Így van, Jenny. Valaki azt is streamálta, hogy telepítette a Red Dead 2-t, úgyhogy annál lesz csak jobb. Ebben vannak szociális kapcsolatok, beszélgetnek egymással az emberek, ez fontos. <laughs> Mi az a tifusz? Ez szóval azért neked nem lenne meg a HH igazi eszenciája. Köszönöm szépen, El azt hittem, hogy meg lenne. Adános, azt kell csinálni, hogy előre fel kell venni valami random szöveget videóra, és azt berakni, és akkor már tényleg olyan adná a hangulatot, hogy neked, nem, neked sem kellene ott a streamen. Tudod, hogy mi gondolkozom, Atanasz? Tehát valamilyen olyan szöveg kellene a chat műsor alá, ami, amit nem kell megírni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy szorgalom, tehát szorgalom szinten hétvégén mondjuk, hétvégente, mondjuk naponta három órát töltenék magyar népmesség felolvasásával otthon, amit felmondanék kamerába. És azokat raknánk be a há hákba, miközben hol én, hol Jani, olvasunk. De ugye az a nem, de nem erőfeszítés igazából, mert csak föl kell olvasni és kész. És az megy, miközben megy a chat. És így mi nem vagyunk itt, meg nem foglalkozunk évülyeségekkel. Csak megy. Ricsikel, köszönjük szépen a támogatást. Én egyre nehezebben viselem egyébként Ricsikel, de ennek nagyon sokan nagyon örülnek. Köszi szépen. Hungábor, Gigi Titus, a giftet. Hogy nem egy rossz ötlet? Nem tudom. A, a, olvasós live egyébként alapvetően szerintem nem lenne rossz. Tehát ezen már gondolkodtam, ha valaki lenyúlja, jogdíjat követelek. Tudjátok, régen az én időmben, amikor a gyerekek lefekvéshez készülöttek, akkor megnéztük a TV macit, akire valószínűleg pont úgy nem tudják a kicsoda, mint a tifuszról, uh, és akkor azzal lement a pár magyar népmese, és csá. Vagy olvastak neki a szülei, nekem is olvastak uh, annak idején. És ha lenne egy olyan livestream, ami mondjuk minden nap pontosan este 7 órakor üt be, 15 percnél nem hosszabb, ahol kellemes lágy hangon, nem az enyémen, felolvasnak egy népmesét, amit így be lehet rakni a tableten a gyereknek. De live! Tehát lehet köszönni, meg beírni, hogy szar vagy, meg a végén írni, hogy hello, meg köszi, jó voltál. Az azért fontos, nem? De ez kifejezetten gyerekeknek. A chat csak azért lenne, hogy az idősebb emberek tudjanak kurva anyázni. De a, tehát maga a műsor, az csak gyerekeknek szól, de full komolyan. A diafilmvetítés is menő. Szerintem amúgy, amúgy, amúgy biztos, hogy működne. Én, tehát én, nem azt mondom, hogy én ilyet szeretnék csinálni. Én csak arra jöttem, hogy azt nem értem, hogy a fenébe nem csinálja ezt senki. Sprintex, ez esti műsornak elmegy Twitch.tv, Maci. Így van. Flood! No, nobody ötlete nagy lenne, már videó kellene, vagy stream. Hm. Hát nem tudom, én azt nagyon nem szeretem. Nekem az agyamra megy az már, vagy én nagyon nehezen tudnék éjszemárazni. Tehát a mikrofont vakargatni azt tudom, de hogyha én így elkezdek krákogni, ahogy szoktam, az inkább ijesztő. Szerintem. Gábor, hogy kitől kaptál szugiftet? giftet? Cicus Alsó vonaltól Várjál. És köszönjük szépen Cicus még egyszer um, Igen régen akkor lőtték a picsit amikor köpött a maci A miután fogadt mosott Na gondolkozom ilyen dolgokon um, vannak más ötleteim is a csatornára, amik viszont meg lesznek valósítva, de azokat nem mondom el. Hogy fogom a -e követni a Briskont? Mm, úgy messziről, úgy messziről. Micsoda? Hogy tud a perverz dolgokat csinálni a tévémaciból? A meseolvasás az full family friendly lesz, és tényleg komolyan mondtam egyébként, srácok, hogy... Euh... Tehát, hogy ez, ebből tényleg gyerekműsorként gondolkoztam. Gandri, a srácok, csak itt tovább a szünetnek hála, kis Gandri is vigyorog itt mellettem. Nice. A nem fogunk, abban semmi durva nincs. Jani, mikor várható haza? Kedves te. De mielőtt ide jön, előbb oda megy hozzád. Igen, egyébként ez furcsa, hogy nagyon sok mindenkinek egyébként ez ilyen zavaros, hogy, hogy ez a family friendly dolog hol működik, hol nem. Szevasz ne Alapvetően a, a family friendly az ugye még mindig a, a YouTube, nem pedig a Twitch. Mi az Isten? Ó, oh, te jó ég ne A szar? Vagy víz? Bocsánat, ne szeküldött valamit. Elnézést. Ezek küldi titkosan valamit. Minden maradt? Remek, ne száj. Remek. A kurva életbe. De nem mondtam meg, mit küldött, ne csak hogy küldött valamit Facebookon. Hogy szerdán benne lesz a happy hour -ben? Biztosan. Száz százalék, már csak azért is, mert azért nem fog tudni aludni, mert én jövök. Meg mondom, szerintem november 1 biztosan nem lesz stream. Legalábbis én azt mondom most így. Mit küldöd? Mutasd meg, mutasd meg te sora. meg te. De most, azonnal. Slabi, te ne, 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 ne. Te ne tegyél fel semmilyen kérdést. Semmilyen kérdést. Főleg azt, de hogy feltehetsz kérdést. Ne, 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 ne. Ne. Ne, mert ha felteszed, akkor ötször teszed fel egymás után. Az nem pálya. Az nem pálya. Hogy pénteken leszünk-e? Szerintem igen. Szerintem igen. Úgyhogy majd csütörtök, akkor arra lesz, hogy ennek kipihenje magát jobban. Mert szerintem én is. Várjatok már. Én hivatalos vagyok egy ilyen horror mozi ízére itt Debrecenben. Nem is, nem mondjátok el senkinek. Az mikor van? <tud> tudom, én tudom, mikor van. Várjatok. Itt van október 31-ről november 1-re van. Tehát, igen, a csütörtök biztosan szünnap lesz. Igen, és beírtuk a naptárunkba, hogy pénteken dolgozunk. Úgyhogy dolgozunk. Mindenképpen. Hírsz, nem, nem, nem van zsák semmivé. Az égvilágon világon végig. Hidd el nekem. Um, ezt Jani írta be. Úgyhogy dolgozunk pénteken, úgyhogy pénteken lesz stream. Hogy ilyenkor mindig átmegyünk a lakásba videózni, streamelni, és ott vagyunk egész nap. Hát én legalábbis igen, mivel Jani itt lakik így, de hogy lehet, hogy ezt nem tudja mindenki, srácok? Arról me azt megbeszéltük már, hogy egy csomóan se tudják, hogy van YouTube csatornánk, legalábbis itt. De hogy van, tehát ezek a tények, amiket öt éven keresztül folyamatosan mondtunk, minden nap. Hogy lehet az, hogy ezt nem tudja mindenki? Be, be, be fog csúszni a Diablo 3 switch ez egészen biztos. Jó, most, srácok, tipikus hétfői happy hour volt az őrület határán. Aki nem tudja esetleg, mivel hogy nem tudjátok, hogy Johnny itt lakik, ami fantasztikus, mert öt éve másról se beszélünk, így nem tudjátok, hogy a hétfői happy hour mindig egy káosz. Így a mai is az. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt adottok. ilyen sokan. Um, főleg a, az őzi szünetet uh, bitorlóknak üzenem, durván fél óra múlva tehát 10 körül uh, kezdjük, vagyis folytatjuk a Red Dead Redemption 2-t és belevágunk egy ilyen durván 7 és fél órás lovaglásba, csak lazán semmi stressz Howdy Cowboy, nyomjuk a Red Dead Redemption 2-t ellazdulunk, stb. Alapvetően a holnapi is ugyanilyen programot uh, vagy a is ugyanilyen programot terveztem, na de meg fog jelenni a Call of tulu. Meg fog jelenni a Call of tulu, úgyhogy nagyon erősen gondolkodom rajta, hogy, hogy megosztott nap lesz a holnapi, és lesz egy kis holol. Srácok, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Legyen mindenki nagyon jó, mindenkinek kellemes hetet. Aki őszi szünetem van, annak jó pihenést. Menjenek természetbe. Szívjatok friss levegőt. Ne legyetek bent a lakásban. Ez nagyon fontos. Az egészséghez kell. Um, én úgy hallom, hogy ezt tanácsolják a legtöbben. Úgyhogy legyen szép hetetek. Találkozunk egy fél óra múlva. Jó volt, mi lesz?